Szervusztok, Peti vagyok és az Ava Group Media csatornát nézitek, itt vagyunk az új stúdiónkban, és ma arról fogunk beszélni, hogy ne próbáljátok meg az eldugult lefolyót kitisztítani. Ha érdekel a téma, vágjunk bele! Már mikor átvettük a lakást, a tusolónak a lefolyója el volt picit dugulva, lassan folyt le, terve volt véve, hogy mihelyt eljön annak az ideje, akkor egy WC-pumpával én ezt majd szépen ki fogom tisztítani. Ellenben valaki a családban türelmetlen volt, és egy lefolyó tisztító granulátumot öntött a tusolóba, aminek az eredményét most megmutatom nektek. Mindenek előtt, mielőtt kinyitnám Pandora szelencéjét, gumikesztyűt húzok, mert a granulátum, ez a lefolyótisztító granulátum olyan szinten maró hatású, hogy hetekig nem volt bőr a tenyeremen, miután megpróbáltam megoldani a problémát. Gyakorlatilag itt láthatjátok, hogy még hiányzik bőr a kis ujjamról még mindig. Ez itt kérem szépen egy szétfűrészelt szifom. Azért fűrészeltem szét, hogy egyrészt bele tudjunk látni, másrészt, hogy meg tudjam mutatni, hogy mi is történt itt ezzel a granulátummal. A szifon ugye úgy működik, hogy itt van fölötte a tusoló, itt folyik be a víz, itt egy vízdugó keletkezik, hogy a büdös szag, ami a lefolyóból visszajönne, azt ez a vízdugó elzárja, tehát gyakorlatilag mint egy szagmentesítő működik. Amikor szétszedtem a szifont, megpróbáltam itt elvágni, itt láthatjátok, hogy ez a granulátum egy kicsit kifolyt belőle, és már látható, hogy kristályos, olyan, mint a ragasztó. Nem tudtam, képtelen voltam szétfűrészelni, olyan kemény ez a granulátum. Itt, hogyha belenézünk, akkor látható, hogy itt van benne a granulátum, és egy, hallod? Ilyen kemény, beton kemény cuccá merevedi magát. Itt fölül azt látjátok, ahol egy kicsit már a levegő páratartalmától megolvadt, de lent, alul kemény, mint a kő, és rohadtul mar. Jogos a kérdés, hogy ez hogy történhetett meg, hisz ez a granulátum arra van, hogy kidugítsa a lefolyót, nem pedig eldugítsa azt. A granulátum arra van kitalálva, hogy amikor kontaktba lép a különböző lefolyót eldugító maradványokkal, haj, kajamaradék, zsír, egyebek, akkor azt fölmarja, és a lefolyó vizével kimossa azt onnan. Na már most, én azért nem takarítottam ki a lefolyót, mert addig nem volt még vízpumpám, másrészt tudtam, hogy a dugulás nem itt a szifonban van, hanem hátrébb, ahol a fürdőkádnak és a tusolónak a csatlakozása van, tehát abba a 90 fokos kanyarba dugult el, valószínűleg az előttünk itt lakók hajától, meg egyebétől, ami a tusolóba lement. Na már most, amikor ezt a granulátumot valaki beleöntötte a szifonba, ugye dugulás volt, tehát a víz nem folyt végig, annyi vízmozgás már nem volt, hogy a granulátumot át is mossa a szifonon, ugye a szifon föntről lefele jön, van benne egy kanyar, utána följön, mint ahogy azt az előbb mutattam. Na most ez a granulátum megállt a szifon alján, vízpumpa nem volt itthol, ott hagyta, körülbelül egy fél napra, míg én hazajöttem, jöttem a munkából, és belekötött. Gyakorlatilag még szerencsénk van, hogy pár csempe kivételével, meg egy 160 eurós vízszerelő költségével megúsztuk, és nem kellett az egész tusolót kivenni a helyéről, hogy megoldjuk a problémát. Na már most, akkor minek van ez a granulátum? Ez a granulátum igazából ott jó, ahol például konyhában, a szifonban van a dugulás.
mert oda bemegy a granulátum, a szifonban a kajamaradékot, de ez még a csontokat is fölmarja. Szétmarja, és megindul a víz lefele, utána rá is van írva a granulátumos dobozra, hogy tessék öblíteni, jó sokáig folyatni a vizet, hogy ez a granulátum valahol kinn az utcán kössön már bele a lefolyóba, és ne a te lakásodba. A legjobb az, amikor az ember nem folyatja elég sokáig a vizet, és ez a granulátum gyakorlatilag a falban, vagy a padlóban, a lefolyóban köt be, mert azt mondja, hogy jó, hát ez már biztos lement, és akkor lehet falat vésni, meg padlót vésni, járól a bútor ki, lakhatatlan lesz a lakás. Úgyhogy ezzel a granulátummal nagyon óvatosan, ha lehet, egyáltalán ne használjátok. Vannak gélek, majdnem olyan hatásos, de teljesen igazából, ha nem is kell férfinek lenni ahhoz, hogyha tudod, hogy a szifonban van a dugulás, akkor szedd le a szifont, takaríts ki, még ha undorító is, és tedd vissza. Két csavar oldja az egészet egy normális konyhába. Jó? Úgyhogy granulátumot ne használjatok. Ha tetszett a videó, iratkozzatok föl, és osszátok meg ezt a videót ismerőseitekkel, nehogy ők is úgy járjanak, ahogy mi jártunk, aztán legyen sok költség. Szevasztok!